Nagyon szép estét kívánunk, kedves nézők! Elérkezett a pillanat, kezdődik hamarosan néhány perc múlva a 2020-as PDC Darts világbajnokság. Itt 2019. december 13-án, péntek 13, egy szerencsés nap azok számára, akik szeretik a dartsot, mert hogy ezen a napon rajtol tehát az az esemény, amelyet egyre jobban és egyre többen szeretünk itt Magyarországon is, hál' Istennek. És rögtön egy olyan nappal, egy olyan sessionnel kezdődik, négy olyan mérkőzéssel, amelyre azért az ember felkapja a fejét, főleg, hogyha első fordulós mérkőzésekről, meg egy második fordulósról beszélünk, hiszen rögtön táblához lép ma este folyamán a címvédő Michael van Gerwen, ővé lesz majd a negyedik mérkőzés, de előtte három meccs az első fordulóból, és hát van azért jó néhány percünk még az első találkozóig, és van is miről beszélgetnünk Vereckei Lajossal, vele figyeljük a mai eseményeket, aztán persze majd a többi napon jön Cigenhán Medárd is, és jön Gyulai Miki, jön Fülöp Laci is, úgyhogy nem is tudom, hol kezdjük, Lali, a dolgokat? Hát első nap, első percek, milyen érzések vannak benned? Hát azért azt el kell mondani, hogy szép jó estét kívánok én is a kedves nézőknek, hogy óriási várakozással természetesen csapunk bele itt a most már hivatalosan 2019-2020-as világbajnokságnak átkeresztelt PDC csúcseseménynek, és hát azért természetesen napok óta az előkészületekkel vagyunk elfoglalva, úgyhogy azért annyira nem ért váratlanul, de nagyon vártuk már ezt a pillanatot, hogy elstartoljon ez a 16 napos őrület, természetesen csak a játéknapokat tekintve, hiszen ugye mai naptól kezdve egészen január 1-jéig az ünnepnapok kivételével közvetítünk majd a világbajnokságról, és nagy ígéretünk van rá, legalábbis jelen pillanatban megmerjük ígérni azt, hogy minden egyes mérkőzést igyekszünk majd teljes valójában megmutatni. Lehet, hogy lesz egy-két kisebb csúszás, de bízunk benne, hogy nem maradunk le semmiről. És hát természetesen a legnagyobb várakozás a világbajnossággal kapcsolatban talán az, és szakmai berkekben azért ez egy elterjedt tézis, hogy jelenleg két nagy fő esélyese van ennek a világbajnokságnak, de önmagában a mezőnyt elnézve egy 10-15 olyan játékos is van, aki nyugodtan fölemelheti majd a végén azt a bizonyos kupát a feje fölé. Én nagyon kíváncsian várom, hogy a két nagy esélyes hogy dolgozza ezt föl. Az egyiküknek azért már van ebben rutinja, a másikuknak azért még most kezdett el olyan formája lenni, hogy világbajnoki esélyesnek lehet mondani. Jó, nevesítsünk, tehát Michael van Gerwenről és Gervin Price-ról van szó. Igen, pontosan. Ugye Price olyan őszt mutat, amit nagyon kevesen ebben a szezonban, és akár a pályafutásunk során is folyamatosan magas szintű játékot mutat. Egy nagyon kemény éles váltás volt az ő viselkedésében, amivel nem csak hogy a játéka javult, hanem egyébként a nézőközönségnek is a szimpátiáját kivívta, hiszen most már szerencsére elmúlt az a fajta szidalmazás. Mervyn Kingnek volt egyszer egy ilyen időszaka, amit ő is azért átvészelt valahogy, de egész egyszerűen Gervin Price az energiáit az edzés munkába fektette, mentálisan nagyon megerősödött, és egészen elképesztő kis játékokat produkált. Hát még a Players Championship döntőt azt ugyan nem tudta megnyerni, de rettenetesen megszorongatta Michael van Gerwent, és ezért is adják egyébként az ő esélyeit a második legkisebb occal a világbajnokság előtt. És hát ott sorakoznak ugye mögött, a két ember mögött azok az emberkék, akikre soha nem lehet azt mondani, hogy nem nyerhetik meg a világbajnokságot. És hát olyannyira, hogy egész évben gyakorlatilag már a UK Open-től fogva arról beszéltünk, hogy ez mennyire jó világbajnokság lesz, milyen sok esélyes van, vagy milyen sok olyan játékos van, aki beleszólhat, és láttuk az imént a képeket, elég, hogyha Luke Humphreysre gondolunk, vagy Nathan Espinarra az előző világbajnokságról, akiknek a nevével azért, aki nem követi nagyon napra készen, vagy napról napra a dartsot, nem sokat találkoztunk az előző világbajnokság előtt, és azért főleg Espinar erre az évre igen meghatározó alakja lett a PDC versenyeknek. Gondolatunk szintén a UK Openre például, vagy akár a World Series of Darts eseményeire, miközben itt láthatják a legfontosabb az adatokat. Legfontosabb, igen. És a nyereményjátékot is természetesen. Így van, tehát itt van a közvetítési intervallumunk, ugye december 24, 25, 26 és 31-e fog kimaradni, azon kívül minden nap. És gyakorlatilag a döntő, illetve a mai nap kivételével még a jövő hét hétfőn lesz, hogy egy session lesz. Egyébként minden nap duplázni fogunk, tehát délután 2-től kifulladásig darts lesz szerencsére. És alul pedig lehet látni a képernyőn
hogy elindul a szokásos VB-hez köthető nyereményjátékunk, amint erre az e-mail címre kell a megfejtést elküldeni a kérdésnek, hogy hány BDC egyéni világbajnoki címe van Michael van Gervennek, és természetesen minden nap fogunk sorsolni. Dárctáblát lehet nyerni egy dárcozási lehetőséget egy budapesti egyesületnél, egy klubhelyiségbe, illetve lehet jegyeket nyerni a pénteki sessionre, délutáni sessionre, a május 8-10 között megrendezendő European Tour fordulóra, ami az Érdanénában lesz. Hát ugye ezt mi nagyon várjuk, és majd lesz még a nyereményjátékban egy fődíj, ezt a fődíjat viszont a titokzatosság kedvéért csak vasárnap fogjuk elárulni. Annyit azért természetesen elmondok, hogy a European Tourhoz köthető lesz majd, de az maradjon eddig, addig titokban. Az Adipeliben azért elég tisztességes névsorral jelentkezik a Sky Sports, ugye mondjuk balról-jobbra haladva az első három érintett, tehát finoman fogalmazva is jó barátságban van a dárca. Ugye Wayne Mardell-lel már évek óta találkozunk a világbajnokságokon, általában ő a hangulat felelős, amikor nem éppen szakért itt a helyi stúdióban. Egyébként meg ő az, aki jelmezeket felderít, igen, de hát ott volt Laura Turner is, úgyhogy... találkozunk hölgyekkel is természetesen, és John Part természetesen, igen, most már nem látják, igen. Világbajnokot. És természetesen idén is lesznek hölgyek, ugye tavaly jött divatba, hogy a PDC világbajnokságon a férfiakkal együtt két hölgy is lehetőséget kap, és azért amennyire tavaly felkapta az ember a fejét a szereplésre, idén is benne lehet ez a pakliban, mert az egyik Felon Sherrock, a másik pedig Suzuki Mikuru, akire érdemes lesz figyelni, mert ebben az évben is láthattuk ugye a BDO világbajnokságon, illetve a BDO világbajnokságon a világbajnokságot megnyerte a japán hölgy. Egyrészt nagyon jó hangulatú bevonulásai vannak, másrészt irgalmatlanul jól dob, tehát olyan stabil ahhoz a gyakorlatilag a 90-es átlagokat, hogy igen komoly bajba kerülhetnek majd az esetleges ellenfelei, amennyiben lesz több is. Így van, ezt a jó szokását a PDC megtartotta idén is. Ugye két selejtező versenyt rendeztek, az egyiket a Írország és Nagy-Britannia területén lévő játékosoknak, míg a másikat a világ összes többi részére gyakorlatilag kiírták, és az Németországban volt. Hát ez a két hölgy azért komoly esélyekkel fog majd szerintem harcba szállni. Nem mintha tavaly egyébként kisebb esélyekkel szállt volna Lisa Ashton. Például ugye, aki 107-es szettel kezdte a meccsét, aztán utána ugye kapott. Azt hiszem, Decker ellen. Igen, jól játszott. Igen, Decker volt, én is úgy emlékszem az ellenfele. És hát igen, egy üde színfoltja lesz szerintem mind a két hölgy ennek a csodálatos világbajnokság. Itt pedig egy kis multidézés. Hát, az ember beleborzongat a képeket látva. Igen, abszolút. A hideg futkos az ember hátán, mert azért ezek az őskora a dárcnak itt még gyakorlatilag nem volt ez a fajta őrület, ez a fajta felkapottság a dárc sportága, mégis nagyon népszerű. És hát Raymond, bocsánat. Nagy-Britanniában, igen. És hát Raymond van Barneveldről is szól ez a világbajnokság, mert hogy elméletileg számára ez az utolsó, nem csak világbajnokság, hanem tét verseny. Így van, ez az utolsó versenye. Őt többet PDC tornán elméletileg nem fogjuk látni, legalábbis jelenleg ez a helyzet, de a nyilatkozataiban az derül, hogy ez a döntéshez gyakorlatilag visszavonhatatlan. Na hát, aki figyelt a kérdésre, az már meg is kapta a megoldást. Valószínűleg párszor még elhangzik a mai este folyamán is. Igen. Hát itt ugye a nagy bajnokok sora, és hát ezek közül, akiket eddig láttunk, csak Raymond van Barneveld, illetve Van Gerven az, aki ezt meg tudja ismételni, hogy világbajnoki címet, illetve hát Van Gerven meg is védeni, ugyanisztán ő a címvédő jelen pillanatban. De azért én nem feledkeznék el a többi olyan játékosról, akár én Rob Crossról, de különben például a nagy rejtés számomra majd Gary Anderson. Mindenki elfelejti őt, mert az utóbbi időben nagyon el van tűnve, nem is szerepelt túl jól azokon a versenyeken, amiken játszott, de egész évben hangoztatta, hogy neki a világbajnokság az, amire szeretne csúcsformába kerülni. Tehát borzasztóan érdekel majd, hogy vajon mit fogunk tőle látni, mi az a játék, amit itt ezen a színpadon, az Ellipelliben újra elő tud hozni magából a kétszeres világbajnok. Hát
Én nagyon bízom benne, hogy a régi Gary Andersont fogjuk látni, vagy legalábbis az ahhoz közeli állapotot mutató Gary Andersont. Adrian Lewis feljövőben van, ő is egy nagy kétel, hogy vajon vele mi lesz. Meg az is nagy kérdés, hogy Fülöp Lacival mi lesz, közben bejött hozzánk. Laci, közben kérdezték, hogy kire raktál, mert akkor fogadnának. Segíts a nézőknek, légy szíves. Jó, tehát akkor a házat és kocsit Kevin Burnesre kell rakni. Fülöp Lacitól kaptak egy kis segítséget, és ha már a kommentekről beszéltünk, egy fontos adósságunk még van, bár szerencsére nem kell nagyon buzdítani önöket, mert Szél Tamás szerkesztő kollégánk nagyon kreatív képet rakott ki a Sport Televízió Facebook oldalára. Természetesen várjuk a kérdéseket, hozzászólásokat, és azt hiszem, hogy ez a kép bármennyire vicces, azért nagyjából jellemzi most már a darts világbajnokság hangulatát itt Magyarországon is, mert folyamatosan azt érezni, hogy egyre többen és egyre több család ül le december közepétől, közös program lesz a karácsony kíséretében és az új év kíséretében az, hogy igenis leülnek akár három generáció is egy kanapéra és szépen végignézik a darts eseményeket, mert olyan hangulatot teremt, amelyre nagyon kevés sportág képes, főleg így az ünnepek közelettével, az ünnepekhez közel, és akkor szépen lassan, ahogy látják a képeket, már hangolódunk a ma estére. Igen, én is azt gondolom, hogy óriási közösség formáló ereje van ennek a sportágnak. Nem is véletlen az, hogy létrehoztunk egy szurkolói klubot, egy szurkolói sátrat gyakorlatilag erre az eseményre, mert már évek óta küzdöttünk azzal a problémával, hogy nagyon sokan már úgy akarnak szurkolni a világbajnokságra, hogy együtt sokan, baráti társaságok, és hát megmondom őszintén, hogy ez inspirált minket arra, hogy ezt létrehozzuk, és buzdítsuk az embereket egy közös szurkolás, hogy ha már a helyszínre ugyan nem is jut ki az ember, de legalább egy közösségi élményben legyen része. És hát itt láthatjuk egyébként a legnagyobb esélyeseket, ha lehet így mondani, a top 10. Hát nagyjából a fel kellett volna sorolni, és azért lehet látni, hogy az Gary Andersont azért csak oda piszkálják a hatodik helyre az esélyesek közé. Én egyébként például Darrentet lehet, hogy egy kicsit előrébb tettem volna, de hát nyilván ez neki meg, hát ő meg azért abban bravúr, hogy ugye még miután gyorsan januárban letudta a Bédon világbajnokságot, és átnyergelt a PDC-hez. Gyakorlatilag rajta kívül, ha jól emlékszem, akkor Raymond van Barneveldnek, és várjunk csak, most nem fog eszembe jutni hirtelen, de két vagy három embernek sikerült összesen azt, ja, Buntingnak, hogy ahogy a BDO-ból átnyergelt, azonnal kiemeltként játszon a világbajnokságon, már a PDC-nél, és azért ő nála meglátjuk, hogy ez mit fog kihozni majd ez a tét, bár ön is nagyon készült már arra, hogy ezen a világbajnokságon játszhasson. Hát sok esélyes van. Hát Peter Wright ugye az örök a kérdéskör, hogy most sikerül-e megbékélnie magával. Itt pedig a mai programunk. Így van, és hát azért is mondtam, hogy ez a session talán kiemelkedik az első, második fordulókból, mert olyan játékosokkal találkozhatunk, mint Jelle Klassen, akinek az ellenfele Kevin Burness lesz, majd aztán jön Kim Huybrechts, Geert Neijtjens ellen, és Luke Humphries, akinek a tavalyi világbajnokság volt egyrészt az igazán kiemelkedő teljesítménye, hiszen búcsúztatta Rob Cross-t, a nyolcad döntőben ő vetett véget az akkori címvédő versenyének. Az ő ellenfele viszont Devon Petersen lesz, aki meg szinte egy nagyon színes figurája a darts világbajnokságnak, a dartsnak egyáltalán, majd a bevonulásánál láthatják, amikor érkezik a Vakavakára, és szépen eltáncolja a maga kis koreográfiáját. És az első mérkőzés győztese bizony még egyszer majd színpadra kell, hogy lépjen, és hogyha itt összekerülne mondjuk Michael van Gerwen az első fordulóban a honfitársával, Jelle Klassennel, és Klassen olyan formában kezdené ezt a világbajnokságot, mint amit egyébként ő tud, és már láttunk tőle, akkor akár már abból is kikerekedhetne egy nagyon-nagyon jó kis mérkőzés. Így van. Hát meglátjuk, hogy tényleg ki milyen formában. Azért itt lehet, tehát a VB előtt mindig egy nagyobb szünet van. Azt tudjuk, hogy agyon vannak terhelve a játékosok egész évben, de a VB előtt mindig van egy komolyabb lélegzetvétel. És azt se felejtsük ki, hogy egy csomó olyan játékos van. December 13-án rajtolt ugye ma el a világbajnokság. Van, aki csak 21-én fogja játszani az első meccsét, először akkor fog színpadra állni, tehát itt a formaidőzítés is borzasztóan fontos. Arról nem is beszélve, lejátszod a meccsedet, hazautazol, 6-7 nap kimarad, mire a következő meccs jön. A kiemeltek ugye
mindig egy olyan játékost kapnak, aki már lejátszott egy meccset előtte. Tehát ezek mind olyan tényezők, amik befolyásolhatják az eredményeknek a végkimenetelét. És hát azért a top 32-n kívül itt még rengeteg kiváló jó játékos van a 96-os mezőnyben, akik bármikor meglepetést okozhatnak. Én nagyon vállom a portugált, de Szózát, ő szenzációs játékokat szokott produkálni a European Touron is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt a világbajnokságon most mit fog kihozni magából. És hát én mondjuk például láttam az esélyes listán Dave Csisznát, aki azóta, mióta gyártót váltott, gyakorlatilag megtátosodott és szenzációsan jól játszik. Meglátjuk, hogy ez most itt fog majd kihozni. És John McDonald végre-végre sok darts rajongó által várt mondatokat kimondhatja. Na és akkor érkeznek az első mérkőzés résztvevői a 2020-as világbajnokságnak. Elsőként Kevin Burness, aztán pedig a holland Jelle Klaassen. The players, ladies and gentlemen, from Northern Ireland, taking his second world championship, he comes as the former Irish match play champion, the Iron Man, Kevin semi-finalist, and ladies and gentlemen, the former Lakeside champion of the world, the Cobra, Na kérem szépen, sokat nem váratott magára, hogy rögtön egy világbajnokot köszönthessünk a színpadon, hiszen Jelle Klaassen bizony világbajnok, igaz, nem a PDC-nél, hanem a BDO-nál nyert még 22 évesen 2006-ban VB-t, de a PDC világbajnokságon is eljutott már a legjobb négyig, méghozzá 2016-ban, ami nem is volt annyira régen, és éppen ennek köszönhetően azért ő szerepelt már például a Premier League-ben is. Idén, illetve az elmúlt években olyan kiemelkedő eredménye nincsen, bár a UK Open-en eljutott a negyedik fordulóig ebben az évben, és lehet látni, 500-szoros pénzt fizetnek arra, hogyha esetleg ő nyeri meg a világbajnokságot, ami alaposan megcsapanna, hogyha mondjuk ma tudna kettő mérkőzést nyerni, mert az azt jelenteni, hogy egyrészt túljut Burnessen, másrészt megveri a címvédő Michael van Gervent is, ezért is az 500-szoros pénz, és valószínűleg sokat fogunk, meg Laciék is sokat fognak majd beszélni az odds-okról, és rögtön jön egy kérdés, hogy benne lehet-e az a pakliba, hogy Dimitri van den Berg esetleg megnyeri a világbajnokságot 100-as odds-ért. Hát annyi játékos lehet felsorolni, aki a kifog egy jó két hetet, jó napokat, vagy valakinek gyengébb formája van, aki esélyesebb valaki ellen az adott napon, bármi megtörténhet tényleg, és ezt nem csak azért mondjuk, hogy ide szögezzük önöket, hanem tényleg ezt beszéltük mi is 4 szem közt, 6 szem közt, 8 szem közt az egész évben, hogy ez egy nagyon jó kis világbajnokság lesz.
Nekem ilyenkor, amikor ezt kérdezik, mindig az a klasszikus jelenet jut eszembe, ami a Dumb és Dumberbe volt, amikor ugye Jim Carrey-t alakította az egyik ökröt abban a filmben, és megkérdezi a csajtól, hogy mennyi esélye van, és akkor mondja a csaj, hogy összejöjjenek, és mondja, hogy egy a millióhoz. És ugye nagy örömében mondja, hogy akkor van esélyem. Tehát azért mondom, hogy itt ilyet kérdezni, hogy kinek mennyi esélye van, hát annyi esélye van, aki, annak nincs esélye megnyerni a VB-t, aki nem jutott ide ki. Annak 100%, hogy nincs esélye, aki meg ide bejutott, annak nyilván valamennyi esélye van. Az arányok azok a kérdésesek. Én azt gondolom, hogy itt a mai napról gyakorlatilag egy ember van, akire azt mondom, hogy szerintem esélyes megnyerni a VB címet, az pedig Michael van Gerwen. Csak az a kérdés, hogy vajon az első napon túl tud-e jutni? Mert azért ez sosem könnyű elkezdeni egy VB-t, ezt nagyon sok VB címvédőtől halljuk, hogy azért elkezdeni első nap, még nincs meg az a feeling, nincs benne a bugi a lábakba, nagyon nem könnyű nyitó meccset játszani. Egyébként ugye ez más sportágra is jellemző, amikor a címvédőnek kell játszani, és nagyok az elvárások, és mindenki azt mondja, hogy hát azért nyitó meccs az sose szokott egy ilyen nagyon nagy színvonalú találkozó lenni, és ez, én azt gondolom, hogy itt is azért előfordulhat. Bár azért Van Gerwen pont az a kategória, aki mindig úgy megy fel a színpadra, hogy mindig mindent meg akarok nyerni. Akkor meglátjuk, hogy sikerül neki. Itt az első legben azért az elmondható, hogy szépen fej-fej mellett haladnak. Most három nyert szettig megyünk, ezt még mondjuk el, és így van a játék megnyeréséhez pedig három leget kell megnyerni, tehát abban a pillanatban van vége a mérkőzésnek, amint valamelyik játékos neve mellett hármasra vált a szettek száma, ahhoz viszont legeket kell nyerni, és nézzük a dupla úszat Burnesnél, hozzá a saját kezdését, 1-0-ra ő vezet a szetten belül. És akkor annyit még azért mondjunk el, mert ez mindig felmerül szintén kérdésként, hogy itt az első és a második körös meccsek, ugye az utolsó meccs minden sessionben majd második körös meccs lesz. 177 közben Burnes-től. Nagyon nagy kezdés, igen. De nem az volt. 137 lett, igen. 137. Akkor ez csak sima 20-as volt a második, igen. Csak nem látszódott. Rá is közelítettek nekünk, minthogyha benne lenne mind a kettő. Igen. Szóval itt mindig az első és a második szett után fogunk elmenni szünetre, utána már nem lesz szünet. Legalábbis az eddigi általunk ismert információk alapján. Egyelőre fej fel mellett a második legben Klaassen és Burnes, ez csak egy 59-es. Ez a tripla nélküli kör viszont jó esélyt ad Burnesnek arra, hogy esetleg előnyt kovácsolja magának hátsó pályáról. Egyelőre mind a kettő alatta, még kellene egy tripla, hogy kiszálló legyen. Az meg is van, 164 a maradék. Ugye vannak pénzdíjazások természetesen, és most már 9 nyilasnál úgy fizet 100 ezer fontot a dolog, hogyha egy ember 2-9 nyilas dob ezen a világbajnokságon, hát azt hiszem, hogy örülnénk egynek is, bár én azt tippeltem, hogy kettő lesz összesen. Hopp, közben jó az első tripla, a második már nem. És itt a két úriembernek az összevetését tekintve eddig kétszer találkoztak pályafutásuk során. Most nincs kiszálló Klaassentől. Mind a kettőt jelek Klaassen nyerte. Legutoljára a júliusban találkoztak egy Barnsley-ban rendezett Players Championship fordulón, 6-0-ra nyerte Klaassen. Hát itt már nullázás nem lesz. Sőt, nullázás lehet, hogy lesz, csak nem Burnes lesz az elszenvedője. 2-0-ra vezet az északír, és ő kezdi a harmadik leget. Csak 59-el. A holland viszont triplával, sőt kettővel 140. Rögtön itt az első körben tud egy pici előnyt kialakítani magának. Rosszul kezd Burnes. És igen, nagy előnyre tehet szert most már Klaassen. Egy tripla jön, 97 a dobás értéke. Az jó, 140. Gyorsabb tempóban dob a holland, és most már ő van kiszálló, méghozzá hátsó pályáról. 124 a maradék.
Hát ez ugye Kevin Burness által kezdett szett, tehát még nincs nagy baj Klaassen szempontjából, de az biztos, hogy valamikor el kell venni egy olyan szettet, amit Burness kezdett, és hozni kell a sajátját, ha nyerni akarja a meccset. Lekerekített 40-re. Hopp. Nem tudom, mit leszett a kamerát. Mi az, mi esetleg? Talán az a kis kör, ami a tábla körül van. Hát az mi történt? 57. Nem tudom, valami leesett. Viszont hátsó pályáról szépített Klaassen. Nem jön a kiszálló. Dupla 5. Nincs benne, ráadásul páratlanra marad. Itt a lehetőség Burness előtt, hogy lezárja a szettet. 118-at kell megoldania. Jó a tripla 20. Jó a 18-as és a dupla. Fölé dobja, nincs meg az első 100 pluszos kiszálló a VB-n. Az már megvan Klaassennek hátsó pályáról, a ügyjel bajjal is, de végül megvan az első nyert lege. És ő kezd az egyenlítésért, méghozzá triplával, triplákkal. 180! Az első a világbajnokságon. És kinn is van a kis 9-es egyből. Hoppá! Jön a válasz, 140. 96-2-es átlagon van Jelle Klaassen, Burness pedig 90,74. Ez volt egyébként a 10.926. 180 a PDC világbajnokságok történetében. Vannak még egyébként megdöbbentő számok. Igen. Az kemény a sportsradarnak a kigyűjtött adatai, azok nagyon, nagyon impresszívek így látva őket, ezeket a számokat. A világbajnokság előtt 857.384 nyilat dobtak el a VB-ken. Na, hova tud lejönni Burness? Kiszállóra nem, ez 123 csak ár volt az elcsúszott tért. Klaassennél marad az elő. Visszahúzza a szettet Klaassen. Szektoriba. Aztán javít. A korrigálás. Szép. 134, gyönyörű, és viszont magas a kiszállója, de viszont megvan, és a dupla... Szép, 88-ról két nyillal. 2-2, és akkor most dől el a dolog. Burness kezdhet. Az látszódott, hogyha nem jönnek a triplák, akkor büntetik Klaassen, már pedig nincsen tripla, ez csak 60. Klaassennek van triplája csak az ötösben. Meg a 19-esben is. A 92-vel kezdett. Nem igazán találja most a ritmusát Burness, aztán jön egy tripla a 20-asban. 100 pont. Wow. 134. A szimpla 20-as után dobott két tripla 19-et Klaassen, ezzel pici előnye van még hátsó pályáról is, amit rögtön a semmivé tüntethet el Burness. Viszont a triplája után csak kettő szimpla jött. Most újra itt a lehetőség Klaassen előtt, hogy meglépjen, de nem használja ki. A Burness két triplával szépen lerakhatja magát. Egy triplával is kiszállóra kerülhet. De ő se dob triplát. Ez egy fontos leg. Nem mindegy, hogy melyikük... Ó, az meg rossz nyíl, de így most szép a korrigálás. 81 ponttal, 135-re megy le. Kicsit magas kiszálló, de megoldható. Nézzük Burness-t. Itt van az egyik tripla. 100 pont. Nézzük, 135. Bull. 25-ös lett meg, tripla 20. Ujj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 j
Ó, megdobja jó, a dupla 16. 16. Dupla 8 a szettért. Ott megdobja. 3-2-re Burness nyeri az első szettet, és ő vezet 1-0-ra. Innen folytatjuk.
továbbra is várjuk a megfejtéseket, hogy hány PDC egyéni világbajnoki címe van Michael van Gerwennek, a PDC nyereményjátékuk a gmail.com címre, és hát hallhatták, hogy miket lehet nyerni, meg nem hallhatták, hogy mit lehet még nyerni majd a főnyeremény, de azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes voksolni, és aki figyel, és eddig figyelt, az már pontosan tudja a választ is. Van, akinek meg persze már séróból jön az, hogy hányszor tudok nyerni MVG. Így van, hát azért igyekszünk nyilván nem olyan kérdéseket feltenni, amihez órákig kell böngészni a netet. Itt pedig az első szett győztes, a Kevin Burness. Igen, hát nagyon szépen visszatornázta magát a mérkőzésbe a holland, de Kevin Burness a végén nem kegyelmezett. Egy-két rontott nyilát Klaassennek keményen megbüntette azzal, 82-ről kiszállt egy bull 16 dupla 8-as kombinációval. Pedig a mai további program, de hát majd szépen ahogyan haladunk előre és hagyjuk magunk mögött a mérkőzéseket, természetesen annál inkább belefújunk majd a többi találkozóba is, de az biztos, hogy érdemes lesz velünk tartani, ha másért nem, akkor Michael van Gerwen miatt. Ez egy kérdés. Tudom, hogy a kommentátorok pártatlanok, de kik azok, akiket kedvelnek a játékstílusú megjelenés alapján? Mármint mi? Ja, hogy mi? A játékosok közül? Bekezdett. 123. A játékosok közül kit kedvelünk most? Hát egyébként az a vicces az egészben, hogy jelen pillanatban nekem, akárhogy nézem az egész mezőnyt, ilyen igazán kedvenc játékosom nincs is most, akire azt mondhatnám, hogy rajongok érte, ami egyébként személy szerint marha jól jön, mert nem kell azzal szembesülnöm, hogy egy kedvencnek kommentáljak egy és Chris Dobby is itt van már a nézőtéren. Itt bizony, meg ott lesz majd a színpadon is 140 Burness-től. De van például Chris, na már, hogyha meg is mutatták Chris Dobbynak a játékát, én nagyon kedvelem, egy nagyon nyugodt fiatal játékos, gyönyörű 26 Klaassentől két triplával. Ő az a kategória, akire azt mondom, hogy tényleg a jövő egyik nagy reménysége, aki évekig akár az élmezőnyben lehet. Természetesen emberileg és sok szempontból nagyon kedvelem Peter Wright-ot, tényleg amellett, hogy nagyon színes figura, ő az egyik olyan játékos a nagy ágyuk közül, akire azt lehet mondani, hogy rettenetesen közvetlen bárkivel, aki akár dolgozol egy eseményen, akár a szurkolókkal kapcsolatban, rettenetesen közvetlen pali. Jó, az első tripla 160. Alá megy a második. Ú, aztán meg átcsúszik az ötösbe, így kerekíteni sem tudod egészségeset a harmadik nullal. Én nagyon szurkolok Barneynak ezen a világbajnokságon, hogy a pályafutásához is személyhez méltó módon tudjon búcsúzni, és megemlítek egy játékost az alsó fertájról is mindjárt, csak nézzük, hogy mit csinál Klaassen. Mellé dobja a duplát, és megint Burnessnek ott van a lehetőség, hogy egy viszonylag könnyű kiszállóval megoldja a helyzetet. Most már csak ennyire lesz a duplára. Hozzá a 16-osba kellene dobni, és dobja a hátsó pályáról, ez így már nagy előny. A másik játékos, akinek én személy szerint szurkolok egyébként, az Damon Hetta. Torrente szomszédja. Igen. Ez így kevés lesz. Érdekes lesz majd. Klaassentől. Abszolút. Itt a duplák azok ugyanolyan mennyiségű kísérletük van, tehát 6 nyilat dobtak el duplára, de Burness 4 találattal rendelkezik, míg Klaassen csak 2-vel. És Kevin Burness kegyetlenül büntetgeti jelen Klaassen, itt van pont ki is rakják, kegyetlenül büntetgeti a hibáit Klaassennek. És azért mondtam, hogy én nem nagyon írnám le ezt a buksót, mert láttam már egy párszor játszani, és igen, magas színvonalon tud dárcozni. 140 Klaassentől legál van. Innentől kezdve megint az a helyzet, mint az előbb Klaassennél, hogy hátsó pályáról leget kell nyernie, különben ezt a szettet is elveszíti. És nem biztos, hogy 0-2-ről ezzel a játékkal szinte biztosan nem tud visszajönni, de egyébként sem biztos. Hoppá! 140! Azért ne felejtsük el, hogy Kevin Burness a Pro Tour kártyásoknak kiírt utolsó kvalifikációs lehetőségen harcolta ki a bejutást, amit azért nem egyszerű megnyerni. 124-ről ki kellene szállni a hollandnak, mert utána 80-ról jöhet
Burness, de szép! Ú, az meg lecsúszik egy szektorral. A duplákkal nagy problémája van Klaassennek. Tudja Burness is, hogy ez most egy óriási szansz. Még egy 20-as. Szépen begyakorolta a duplát ezzel, és az meg alá csusszan. Olyan három nyila van Klaassennek az egyenlítéshez. Az első benne is van a hetes közepében, egy-egy gyorsan visszajött. Hát azt hiszem, hogy nem fogunk unatkozni a jelmezverseny tekintetében sem ezen a 16 napon. Úgy érzed? Úgy bizony. 140-es kezdés aztán Klaassentől. Hát majd jönnek a találós kérdések, hogy ezek a jelmezek vajon mit ábrázolnak. 60 a válasz. Végig dobálta a nagyokat, aztán jött egy tripla a 18-ason, 93, így a dobás értéke. Most gyengus leg egyelőre Burness-től. De hát nem ő kezdte a szettet. ...170-re jött le Klaassen. Komoly előnye van Hollandnak. Nem dob triplát viszont. Most két triplával megint ott tarthatunk, hogy... ...nyomás alá helyezheti a Hollandot. Nézd, ott is van a két tripla, 160-ra lejön. Egyverre maradt Klaassen, bravúr kell Burness-től. Megvan első, az első tripla. Egyes. Az nagyon elszállt valamerre. 99-e van. Azt viszont bedobja. Kettő a maradék. Ki kell szállnia. Most ezt bedobja. Ő vezet először a mérkőzésen egy szetten belül Klaassennél az előny, ugye az első szetben 2-0 volt Burnessnek, onnan lett 2-2, most pedig tud fordítani a holland, és nem kezdi jól Burness ezt a leget sem, aztán a végén jön a tripla, 85-ös. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez a szettes játék, ez nagyon, nagyon csalóka tud lenni, egészen más szisztémákat igényel sokszor taktikailag a játékosoktól, mint a nagy bontású legek, tehát amikor 16-15-10 nyert legekre játszanak. Itt azért nem úszik el annyira. Ha valaki mondjuk 3-0-ra nyer egy szettet, az még mindig csak egy szettet vitt el, és a következő szettnél ugye majdhogy nem nulláról indulnak újra. És azért nagyon oda kell figyelni minden egyes olyan szettre, főleg amit kezd az ember. És ezért Burnessnek igazából arra kell nagyon koncentrálnia, hogy azokat a szetteket húzza be, amiket ő kezd. Most csak egy 58-as, marad a 210, de most neki bőven elég a saját, megint kicentizi, igen, mert... saját legre koncentrálnia. 100-as. Lehet látni, meg hallani, hogy már most az első napon, az első mérkőzés alatt micsoda hangulat van az Elipeliben. Ó, de gyönyörű, 145. Ugye, hogyha nem 25 lett volna a vége, hanem 50, akkor marad a 40, így viszont 65 a maradék. 76, jó a tripla, dupla 8. Úha, besokalt vele. Lejön szépen 94-ről 16-ra, aztán dob egy 16-ot, csak nem a duplából, már nem a dupla 8-at. És itt a büntetés. 1-1, kiegyenlít Klaassen. Úgyhogy döntetlenről megyünk tovább, de csak egy rövid szünet után. Egy-egyre áll egymással jele Klaassen és Kevin Burness. Hátrányból kellett fordítania mind a két legben Klaassennek. Az elsőben nem sikerült, a másodikban viszont igen. Viszont eléggé kiegyenlített azért a mérkőzés, és nem lehet azt mondani, hogy az első két szett alapján bármerre el tudnánk billenteni a mérleg nyelvét.
Igen, abszolút. Az első szedben ugye Burness azért keményen kihasználta Jale Klaassen kiszállóhibáit. Klaassen viszont a második szedben már jóval kevesebbet rontott, így aztán azért szépen föl tudott zárkózni és egyenlíteni a szettek arányában. 94,8-as átlaggal teljesít Jale Klaassen, 89-75 Burness. Tehát ha kiszállóit megtalálja Klaassen, akkor azért azt hiszem, hogy ő mondható a mérkőzés esélyesének, de Burness is nagyon szépen fogyasztja a tömeget. 140, a gyengébb első kör után jött egy két triplás, Burness pedig 100-assával haladna, jó 99 meg 100. De egyébként jól is kiszállózik, mert 8-ból 4-et megdobott már. 11-ből 5 Klaassen mutatója duplákon. És most hátsó pályára próbál valami erőnyt kicsikarni magának erre Klaassen, de a 140-nel kellett volna kiszállóra kerülnie, de nem sikerült. És Burness már is kiszállón, méghozzá nem is akármilyenen. 140 a vége. Van kettő a maradék. Azonnal levált a 20-as után Klaassen. Nincsen triplája, viszont 58. 152 marad. Na Burness. Nincsen tripla, mehet a 20-asra, és a dupla 16-tal zárhatja a dolgot, de nem tudja, kívül van, viszont az a 152 nem megoldhatatlan, ám nagyon magas. Szépen áll a nyila. Az is benne van, és a dupla! Oh! 152-ről Klaassen! Na ezek azok a momentumok, amik Klaassenből előhozhatják a jó játékot. Eddig se játszott mondjuk rosszul, mert az a közel 95-ös átlag, az nem gyenge. De ez a bravúr kiszálló kategória. És ugye nem mindegy, hogy Burness kezdéséből oldotta ezt meg. Viszont nem kezdett jól. És azért ennek a 152-nek főleg hátsó pályáról biztos, hogy van lélektani hatása is. Az a kérdés, hogy ezzel hogyan tud túllendülni Burness. Jött itt kérdés, hogy ki lesz szerintünk a világbajnokság meglepetés embere. Még azt ugye azt nem veséztük ki teljesen. Igen, ugye már erről beszéltünk, igen. Véleményünket leírtuk a Sporttelevízió honlapján. Én nagyon remélem, hogy Raymond van Barneveld. És egyébként zárójelben jegyezném meg Suzuki Mikurut is, és nagyon szeretnék látni a harmadik fordulóban egy Suzuki Gervin Price mérkőzést. Az csodálatos. Mert hogy ők egyáltalán játszottak. Igen, ők játszottak, ha jól emlékszem, a Grand Slamen is. És bizony szépen játszott a japán kis hölgy. Hoppá! Na hova tűnt a 38-as lett, igen, kiegyenlített. 152 után esetleg egy 156, de már látszott a 152-nél, hogy milyen szépen állt. És most meg Burness lett hátsó pályáról bravúros. Ezúttal tömegből megveri Klaassen, de... Az is jó! Ezt megdobja! Mekkora lett volna te jó ég! Azzal nagyjából két ilyen kiszálló egymás után. Kötelező megcsinálni a dupla 8-at. Nagyon messze van a duplától. Dupla 2, utolsó nyíl, nincs benne az sem! Dobja be! Ez nagy hiba. Itt akár a mérkőzés is eldőlhet. Még ha matematikailag természetesen nem is igaz ez. Jó helyen van az első nyíl, a második meg még jobb. 2-0-ra vezet Klaassen, és érezhetően megtalálta a játékát a holland. Százas kezdés. Igen, írtak közben a Klaassen fura stílusáról. 180! Igen, az elmúlt években is azért már beszéltünk róla, hogy hát mindenki megkeresi a saját technikáját, Klaassennek ilyen, és egész jól működik. Ez csak 59. Jó a negyedik. Jó az ötödik alatta. Azzal kezdtük. 180! Ezt a szettet, hogy nagy különbség nincs a két játékos között, itt egyben viszont már van ebben a szettben.
Ez most átmegy az ötösbe. Nem kötelező megnyernie ezt a leget Klaasennek, viszont lehet korrigálni. 153 a maradék. Hol tud kerekíteni Burness? Csak 102-re, az nem annyira jó azért, az már 3 nyilas. 153, ott toporog a 150 környékén az elmúlt legekben Klaasen. Nem sikerült neki nagyobb összeget, vagy összeget, nagyobb pontszámot dobni ahhoz, hogy lejjebb. Megint megvan a bull a 82-nél. Burness rendszeresen megdobál. Ez bedobja, szép, 100 pluszos. A 82-ét javítja 102-re, ami a legmagasabb checkoutot illeti. Nagyon jó meccs. 140-nel kezd Klaasen, és érezhető, hogy a meccs elejéhez képest mennyire felgyorsult a játéka, és ez az ő tempója igazából, egy kifejezetten gyors dárcos. 96. Ú, és jönnek a triplák Klaasentől. Az is tripla, de 123. Nagyon-nagyon elkapta a fonalat a holland. És hogyha Klaasen mondjuk megnyeri ezt a mérkőzést, és a meccs végéig folyamatosan tornázza fel magát, azért az a Fangerven elleni meccsre is felpaprikázhatja a szó pozitív értelmében. Igen. Hát annak amúgy is megvan a pikantériája annak a meccsnek, úgyhogy... Nagy barátok. Én várom. Kíváncsi leszek, hogy... hogy alakul. Az jó. 80-nál tart. Marad a 60. 227-ről mindenképpen egy két triplás kerekítés kellene. Ó, meg is van. 137-tel egy 100 alá Burness is. Itt viszont két nyíl. Gyönyörű. Megvan a... Érezhetően dagad az önbizalomtól most, most már Klaasen, és nincs is szünet ráadásul. Game on! És a holland kezd. Egy szép hármassal. Az gyönyörű, viszont 123. Hát nagyon úgy tűnik, hogy Klaasennek szüksége volt az első szetben arra ott az első két leg után, hogy megtalálja a játékát, és alaposan megtalálta. 96 pont, de hát így is nagy az előnye, mert hogy gyakorlatilag 180-at kellene dobnia a Burnessnek az egyenlítéshez. Az na, már jó. Kettőt megdob a triplákból. 180! Csak gondolat kellett. Bezony. Hátsó pályáról. Kell még egy tripla a kiszállóhoz. Meg is van 140-nel, 142-re Klaasen. Uda jól tömegel. Aztán a 180 után jön egy egyes. Burness-től. 121, ez is jó, 140 a maradék. Ó, a 251-jel akart 40-re kerekíteni, parádés megoldás lett volna. Viszont 56 marad, itt sincs kiszálló viszont. Egy Klaasennek még megvan az esélye, hogy megoldja ezt a első leget a negyedik szetben. Kerekítő megvan, 16, dupla 10. Szép, 1-0-ra vezet a holland. Nem áll jól Burness. Sőt, egyre rosszabb a dolog, 45 csupán. Kicsit alá, és folytatódik a rossz kezdés ebben a legben. Kevin Burness a 45 után sem talál triplát. 95. Ez jó.
vissza tudja emelni a harmadikat, hát nem eléggé 100 pont. Azt talán már mondani sem kell, hogy kötelező a saját kezdéseit megjelni Burnesnek. Hát abszolút. 134-el Klaassen. Kiszállója nincsen belőle, de 200 pont alatt van. Burness pedig bajnán 300-at. Igen, előnyben, egy 100 pontos előnyben hátsó pályáról. És csak lopakodik utána Kevin Burness. Ezzel a leggel igazából megnyerheti a mérkőzést Klaassen, hogyha ezt hozza. Na de most meg ő hibázik. Nem nagyon ment le. Azért ez két triplás kiszálló, 138. Vagy... meglátjuk, mit választ. Egy biztos kell. Az jó. Az is jó, és a dupla 12. Úr, az volna. 156. Nincs meg. Nincs meg a tripla. Lesz 3 mila a hátsó pályáról a 2-0-ához Klaassennek. 60 csupán. Egyre lemondóbbnak tűnik az északír. És bedobja Klaassen. 2-0-ra vezet, és egyetlen egy leget kell megnyerni ebben a szedben ahhoz, hogy ott legyen a következő körben. 96-an vágtak egyébként neki ennek a világbajnokságnak, 32 kiemelt el, akik csak a második körben csatlakoznak. Gyorsan elmondjuk azt is, hogy itt a session-ökben 140 az első három mérkőzés első fordulós, és mindig bemutatkozik egy kiemelt játékos a session-ök utolsó mérkőzésében, addig, amíg ellenfogynak az első fordulós meccsek. Így van, és egy kicsit a pénzdíjról is ugyanaz van, mint a tavalyi évben, az a nagyon magas emelt pénzdíj kerül kiosztásra, 2,5 millió fontot osztanak ki a 96 játékos között. Aki itt az első körben kikap, az is 7500 fontot fog hazavinni, a győztes meg 500 000 fonttal. 140. Mínusz adó gazdagodik. Mert természetesen itt nagyon magas a pénzdíjakra kivetett adó. Nem tudom a pontos értéket, de úgy hallottam, hogy körülbelül olyan 35-40%-kal majd, hogy nem a fele az, amit a játékosok nem kapnak egyébként meg. De természetesen a ranglista pontjaiknál ez nem számít. És ugye itt a pénzdíj alapon vezetik a ranglistát a PDC-nél, ezért nagyon fontos egy ilyen világbajnoki cím, mert óriásit lehet lépni. Gyönyörű lett a két duplás kiszálló! Ez még akár lehetett volna egy lélektani fordulat is hátsó pályáról. Igen, de még így is meg lehet, mert a 144 bravúr nincs is meg. 87 marad. 40, dupla 20, benne van. 2-1, és akkor visszaveszi a lehetőséget Burness, igaz? Még egy meccset, egy leget meg kellene nyernie. Hát Ginóba ugye 3 leget kell nyernie ahhoz, hogy ne essen ki. Nincsen tripla, 60. Sőt, ha most aztán látod, így van ott. Az első fordulóban nincsen tiebreak. Így van, ott nincs, csak a második fordulótól, tehát most még nincsen tiebreakünk. Mindenképpen el lehet vinni egy legkülönbséggel is a döntő 140. Szettet. Igen, majd csak a második körtől, tehát hogyha Fangerben is az aktuális ellenfele eljut odáig, akkor ott lehet hirtelen halálig elvinni a döntő szettet. Ez Burness folytatja. 95 pont. Na itt a lehetőség Klaassen előtt. Kellene kettő tripla, egy megvan. Az is az csak rossz gól. Hármasban van, így van. 202-nél tart. De az megvan ott. Kettő marad. És megint rámehet az 51-51-re. Szép, bizony. 72 marad. 142-re. 51-51 dupla 20 lett volna a játék, most Bull nem találja el még a 25-öt sem Klaassen. Elaprózza egy kicsit, hát most más választása nincs, mint a saját kezdését berántani, hogy ha nem hibázik Burness, mert azért még nem szállt ki. Bull. És így bizony. Elrontotta az első cekkorival, igen, 16-os nem találta el, 8-os lett belőle.
ezért kellett improvizálni. Megvalott Vikla! Bedobja az első mesnyilát Klaassen. 3-1-re nyer Klaassen, úgyhogy az eleje döcögött, meg itt a vége egy picit döcögött, viszont amit közte csinált, az eléggé imponáló volt, és azt hiszem, hogy aki ezt a meccset látta és ismeri Michael van Gerwent, nem nagyon hiszem, hogy van olyan, aki nem, az már nagyon várja a negyedik mérkőzést. Így van velünk egyetemben. Ez pedig azt jelenti, hogy túl vagyunk az első mérkőzésen, egy hollandunk már van a következő körben, a második fordulóban, és biztosan lesz a harmadikban is, hiszen vagy Michael van Gerwen, vagy Jelle Klaassen ott lesz, és jöhet még egy holland, igaz, Geert Meijtjesnek majd Kim Heijbrechtset kell legyőznie mindez, ők következnek néhány perc múlva.